Igazából most 4 hónapos a vállam. Nem olyan régen Szucsánszky Zita még úgy tervezte, hogy teljesen másokból számolgatja majd a hónapokat. A Fradi irányítója ezt a szezont gyermekvállalás miatt kihagyni készült, de végül úgy döntött, ha a Fradinak szüksége van rá, akkor újra edzésbe áll. Klivinyi Kinga végül maradt Érden, Szucsánszky pedig a kézilabdapályán. Lelkileg nehéz volt ez a jó van, akkor mehet a projekt, jó, akkor mégsem, mert még nem biztos, hogy jön a Kinga, és akkor így igen, nem, és akkor... Hát most már jól vagyok. Bár a bajnokság bő 2 hét múlva kezdődik, Szucsánszky még azon dolgozik, hogy teljesen felépüljön válsérüléséből, amely, ahogy hallhatták, 4 hónapos, de szerencsére nem kell 9 hónapig várni a visszatéréssel. Nagyon remélem, hogy már csak 1 hónap kell, hogy én is be tudjak állni. Ugye a védekezésben azért előbb fogok tudni segíteni, de már nagyon jó lenne ott lenni. Bár most a meccs előtt pont a Hornyák Dórival, meg a Nere apánával már pont volt egy futóedzésünk, ami után nem biztos, hogy be tudnék állni. A csapat már felkészülési meccsekkel hangol a szezonra, Szucsánszky viszont teljesen mással. Minden nap gyógytornázom, erősítek, igazából csak a labdás edzéseket nem csinálom, mert az még nem megy, de azon kívül egyébként jó formában érzem magam. Ahogy a csapatot is, az irányító szerint a bajnoki és BL rajtra minden összeáll. Most vannak kisebb-nagyobb sérülések, ugye majd a Hornyák Dóri is visszaáll lassan, akkor a Nerének most egy kicsit fáj a válla, de ő is vissza fog állni, úgyhogy szerintem nagy az esélyünk arra, hogy meglegyen a második helyünk a bajnokságba, és nagyon szeretnénk bemenni a BL 8-ba. Október elején a Várdár elleni meccsel elkezdődik a Bajnokok Ligája a Fradinak, Szucsánszky pedig akkor már ott lenne a pályán, és reméli, hogy ez a szezon olyan lesz, amiért megérte a ráadás. Valamiért, úgyhogy remélem, hogy nagyon jó szezont fogunk zárni.